Az idei évben először nem csak a szomszédságnak és ismerősöknek osztogatta el a gyümölcsöket, hanem értékesítette is. Bár ez a napsütéses időszak próbára teszi a fákat, így is szép látványt nyújtanak a gyönyörű kertben. Az idén két citromfám el lett adval, úgyhogy jövőre nem számítok annyira, vagy annyi kilóra, de így is jó, mert már nem férünk el, már kinőjük az egész garást, meg a házat. És vannak gyerekek, az a gyerekek, azok az iskolások, meg ami már nagyobb, de hát azok még úgymond nem eladás érett, vagy termő érett. Minden variációt már, amit az agyba ki tudtam találni, azt mind kitaláltam. Többek között lekvárt főztem belőle, olyat csináltunk, hogy kinyomtuk a levét, és vannak a hűtőnek ez a kockatartója, jégkockatartó, azba beleöntöztük, megfagyott, utána kiütöttem belőle nájlonba, duplán, mert azért annak nagy illata van, és nem akartam a hűtőt teljes citrommá tenni, vagy illata. És nyáron, amikor ilyen meleg van, egy kancsóba dobunk bele egy-két citrom kockát, és limonádénak megisszuk, vagy cukorra, vagy cukor nélkül, most éppen az a sláger. Aztán még mit szoktam csinálni? Sokat, sőt, pár év ezelőtt mind elosztogattam, amennyi volt, de hát ez az első év, mondom, ami ilyen kísérleti év volt ezen a téren, és ennyi. Úgyhogy a citromhéját én nem lereszelem, hogy eltegyem, hanem egy acskóba berakom, szintén duplán, mert ahogy ki van csavarva a lé, a citromhéjat, volt mikor kidobáltuk a komposztba, az egész tele volt citromhéjjal. Úgy sajnáltam, és most csinálok olyat, hogy egy acskóba berakok ilyen citromhéjakat, és lefagyasztom. És ha sütök, bár amibe kell, elfér a citromhéj, azt veszek ki a hűtőből egy ilyen citrom, fél citrom héjat, és akkor azonnal lereszelem, akkor lehet. De amikor már megplöttyed, megenged a citrom héja, akkor már nem lehet, elcsúszik a... Milyen? Reszellőn elcsúszik a héja. Úgyhogy ilyeneket is csináltam. Első fáját több mint 3 évtizede szerezte be, azóta szenvedélye a nevelgetésük. Akkor kezdtem el, mert volt egy cipész, idős bácsi, ő neki volt, és voltunk nála, hát csodáltam már akkor, és azt mondta, kedvesem, semmi gond, rakjál citrommagot, és az majd akkora lesz, hogy az törzse, mint a kis ujjam, olyan vastag, hozzam el. Úgy is volt, az 1-2 év volt, mire ez megtörtént. És akkor ő neki a termőfájából szemezett, vagy oltott, ezt én nem tudom, szóval abból csinált nekünk, és nekünk onnantól kezdve van citrom. Na, de hát ezek már 30 éves fák, ez egy régi hobbi, és most már én is tudok csinálni, szoktam is, van, amikor elrakok 100-at, 100-ból egy se sikerül. De van, amikor elraktam mondjuk 50-60-at, majdnem mind sikerült. Vagy évtől, vagy nem jókor, vagy éppen nem volt olyan, ahogy akkor kell. Nem tudom. Van, amikor így van. Az idén is például kétszer raktam az első garnitúrából, nem nagy reményem van. De most a másodikba van esély, hogy netán begyökeredzik. Úgyhogy... így csinálok, kísérletezek. De már nem kéne egy szem se, sőt, ez sok, csak ez az agyba, ez egy hobbi. A citrusok védelméről pedig a citromfasor végén ücsörgő Jolán néni gondoskodik.